Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár. Oké, a szakállvágó már romlott, a borotva már nem viszi, majd húsvét után visszatérünk erre. Lépjünk túl rajta. Szóval itt a húsvét, és ilyenkor mindig előkerül az örök kérdés, hogy mit kezdjünk a visszamaradó kinder tojásos kapszulákkal, de mielőtt erre rátérek, engedjétek meg, hogy egy kicsit kiakadjak. Kedves Ferrero, amikor kicsi voltam, imádtam a kinder tojást. A csoki oké volt, de nem ez volt a lényeg, hanem a meglepi, ami a kis sárga dobozban rejlett. Valami, ami akkor nyert teljes alakot, miután az ember elkezdte összerakni. De az igazi örömet nem is a kis fröccsöntött ízék adták, hanem a sikerélmény. Az, amikor az ember, szigorúan használati útmutató nélkül, összeszerelte ezeket az elmés játékokat, és a keze nyomán ezek életre keltek. És ezek között volt tényleg szinte minden. Lentkerekes kisautó, mini távcső, repülő-repülő, vagy olyan pörgetyű, amivel színkeveréseset lehetett játszani. Én nem mondom azt, hogy ti alapoztátok meg azt, hogy elindítsam a szertárt, de a felfedezés és a barkácsolás örömének fenntartásában aktív részt vállaltatok. Ez pedig egy nagyon komoly erkölcsi felelősség, amivel nem biztos, hogy a legjobban éltetek. És nem érdekelnek a generációs különbségek. Hidegen hagy, hogy az Y, az Z, a hashtag, a szóköz, az alfa, a nem tudom milyen generációknak instant gratifikációra van szükségük. Egyébként ők azok, akik mostanra valószínűleg kikapcsolták ezt a videót, mert hogy 30 másodperccel semmi nem történik. Szóval mindezeket figyelembe véve magyarázatot szeretnék követelni arra, hogy ez micsoda. A mindössze három elemből kettő, azaz kettő darab medve lesz. Oké, mondjuk elég cukik, főleg a kisebbik. A nagyobb azért enyhén creepy. Oké, mentségetekre legyen mondva, hogy a Nutella egyrészt tényleg jó. Másrészt pedig az apró kis bizbaszok tárolásának informális piacán, miután a digitális fényképezés előre tört és kiszorultak a filmes dobozok, ti továbbra is egy fenntartható alternatívát jelentetek ezekkel a kis sárga dobozokkal. Úgyhogy, ha a kinder tojásban található apró játékok egyre inkább nélkülözik a kreativitás és a finom motoros készségek fejlesztését, csak magunkra számíthatunk, meg a kis sárga dobozokra. Tudom, rakhatnék bele szódabikarbonát meg ecetet, hogy aztán a reakció során képződő széndioxid miatt megnőjön oda benne a nyomás, és az egész szétdurranjon. De ha már nekiálltam, inkább szóljon nagyobbat. A kapszula nagyobbik felét kifúrtam itt és itt. Ez a furat pont akkora, amekkorába egy cső belefér. Ez lehet mondjuk szívószál is, de én a kutyakakis zacskóknak a gurigáját használtam hozzá. A lényeg, hogy pontosan illeszkedjen és ne ereszem mellette a levegő. A kifúrt tojás félre, aztán ráfeszítettem egy olyan léggömböt, amely egy durranás következtében elvesztette lufi jellegét. Úgyhogy ez szolgál most a duda membránjaként. Ha a kapásból nem találnátok otthon lufit, vagy csak épp van, amit nem szeretnétek szétvágni, akkor nyugodtan használhattok folpakot is. Mondjuk lehet, hogy van ennek valami normálisabb neve is. Átlátszó, háztartásipari, vékony réteg technológiával készült polietilén befőzőfilm. A lufi persze egy tartósabb, strapabíróbb megoldás, de bármilyen hártyát is választhatok, utána rögzíteni kell, és erre jó a tojás másik fele. Ez a trükkös része. Készen is van. Az igényesebbek persze ezután a kilógó, fölösleges részt egy ollóval le is vághatják, de erre igazán nincsen semmi szükség. El is ejtettem az ollót. Ezután már csak a csövet kell bedugni a nagyobbik lyukon, úgy, hogy a vége éppen hogy csak érintse a hártyát, és egy picit ráfeszüljön. Ez talán jobban látszik ezen a dudán, amit egy almdudleres palackból készítettem. Hát, lényegében ennyi. Aztán bele kell fújni, és hadd szóljon. Ahogy a dudába belefújtam, megnőtt oda benne a nyomás, a fölösleges levegő pedig a csövön keresztül próbált meg kiáramlani, úgyhogy elfeszítette a gumihártyát a csőnek a bejáratától. Viszont a hártya rugalmas, úgyhogy azonnal vissza is zárt. Tehát megint megnőtt a nyomás, megint próbált a levegő kislisszolni, megint lezárt a gumihártya, megint megnőtt a nyomás, és ez így megy tovább, egészen a végtelenségig, vagy ameddig bírjuk szusszal. Szóval létrejött egy rezgőmozgás, és ez volt az, aminek eredményeként hangot lehetett hallani. Persze csinálhattok dudát nagyobb kupakokból, műanyag poharakból, akármikből, nálam a meghatározó tényező a cső hossza volt, márpedig ekkora kutya kakizzacsinak a mérete.
úgyhogy ehhez kellett igazodnom. A Kinder tojás ilyen szempontból tökéletes választás volt. Írjátok meg, hogy ti milyen kísérletet csinálnátok a Kinder tojásos kapszulákkal, de azt hiszem még jobb, hogyha le is fényképezitek, vagy egy videót csináltok róla, a linkjét pedig eljuttatjátok nekem. Hajrá! Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha várjátok a következőt, akkor pedig ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Sziasztok! Ja, és kellemes húsvéti ünnepeket!